Játékos formanyelv, groteszk alakok, abszurd humor, képreírt szövegek. Újházi Péter nem követ egyetlen stílusirányzatot sem. Művészete Magyarországon külön utasnak számít. Mindig egyéni látásmódját mutatja meg. Sokszínű alkotói tevékenységében helyet kapnak a kollázsok, grafikák, fa, kerámia és vasszobrok is. Egy rendkívül sokoldalú művészről beszélünk, aki nagyon sok irányban és nagyon sokféle technikával képes alkotni. Itt a kiállításon megtekinthetőek a 70-es évektől kezdve egészen a 2023-ban készült műveiig alkotások, tehát egy elég nagy ívről, egy szélesebb spektrumról beszélünk. Láthatunk lomképeket Nadapról, amik impressionista hatást idéznek, de láthatunk olyan groteszk, kicsit kicsavart perspektívájú rajzokat is, amik az Art Brüthöz köthetőek. Újházi Péter az 1960-as években indult művész nemzedék tagja. A 70-es években párizsi utazása után fordult az Art Brut művészet felé, ami akkor még Franciaországban is új irányzatnak számított. Ekkor készítette ezeket a színházi díszletre emlékeztető dobozképeket is, amikhez tárgytöredékeket és hulladékdarabokat is felhasznált. Az asszamblázsok Újházi legfontosabb alkotásai és legegyedibb technikája. Ezt a rekeszekből álló fadobozokkal komponált monumentális képét a megalkotás után 30 évvel később újra gondolta. Változtatott a koncepción, a geometrián és a színeken is. A művészre jellemző a naív képi fogalmazásmód. Kortárs képregényszerű alkotásaiból a kiállító térben egy külön sarkot rendeztek be. Újházi felnőtteknek mesél felnőtt meséket, mert a művei lehet, hogy jellegükben játékosak, de témájukban súlyosak, komolyak, az életről szólnak, az élet nehézségeiről szólnak, szóval semmiképp sem beszélhetünk egy témabeli naivitásról. Ez a sarok, ez viszont kicsit hasonlít ahhoz, mintha egy gyermeki kiállítást tekintenénk meg. Szerintem így nagyon izgalmasan átjön az a kontraszt, amit Újházival kapcsolatban gyakran érzékelünk. Megállunk a művei előtt, színesek, izgalmasak, mozgalmasak, szépek, és aztán elgondolkodunk, mert témájukban nehezebbek, témájukban megfejtendők, vagy éppen elgondolkodtatók. A 84 éves művész jelenleg is alkot, tájképei egyre színesebbek és élettelibbek. A kiállításhoz tárlatvezetések is kapcsolódnak majd, amelyeken Újházi Péter művészetének titkaiba avatják be a látogatókat.